így szól. Azok a latinok, akik a magyarok törvényes szokásával egyetérteni nem akarnak, akik, miután a magyarok a húst elhagyták, ők azt még hétfőn és kedden is megeszik, ha a mi jobb szokásunkkal nem akarnak egyetérteni, ahová akarnak, menjenek. A pénzt azonban, amit itt szereztek, hagyják itt. Ha csak talán észre nem térnek, és a húst velünk együtt nem hagyják el. Miről szól ez a törvény? Így idézgettek a városalapító Szent László király törvényeiből, a hagyományőrzők a korszak zenéjét, viseletét, táncait és harcmodorát is felelevenítve. Egy héten keresztül idén is forgatagos események helyszínévé vált a nemrég felújított Nagyváradi vár belső területe. Minden korosztály talált szórakozást, többféleképpen. Filmnézés, művelődés, vásározás, sörözés, húsozás és palacsintázás volt bőven, a koncertekről nem is beszélve. Ötödik alkalommal szervezzük meg a Szent László napokat itt Nagyváradon, Nagyváradi várban a harmadik alkalommal. Teljes egészében a belső része fel van újítva a várnak, birtokba is vettük. Miben különbözik? Több lett, nagyobb lett. Úgy érzem, hogy minden rekordot megdöntöttünk, ami eddig volt. Látogatottság nem a programok számába. Több mint 120 programunk van, ami bizony nagy munka volt és nagy felelősség. Igyekeztünk összehangolni a kultúrát, a történelmet, a szórakozást, a magyarság tudatot, úgyhogy egy olyan egy hetet hoztunk itt létre a Nagyváradi várba, ami úgy érzem, hogy épülésünkre szolgál. Részt vesznek-e a többségi lakosok is ezeken a nagyváradi rendezvényeken? Munkánk elismerése, tehát ötödik alkalommal szervezzük, első három évben a város olyan csendesen figyelte, hogy mi történik. Utána tavaly és az idén mellénk állt, az idén már egy kicsit markásabban, ami anyagban is látszik. Az egyik kitűzött célunk amúgy, mivel Szent Lászlónak a munkásságát ünnepeljük, és szeretném megismertetni úgy a román, az itt élő román lakossággal is, hogy Szent László királyunk egy Kárpát-medencét tudott összefogni annak idején az itt élő népekkel. Szeretnénk, hogy minél többen megismerjék a munkásságát, elismerjék városalapító királyunk nekünk, és nem ellenségként tekintsenek rá, hanem mint egy olyan jótevőre, aki nélkül nem létezne ma Nagyvárad. Kinek a pénzén szórakozik itt a váradi közönség, de nem csak váradi, mert jönnek a környékről is. Vegyes, tehát a legnagyobb összeget azt a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Miniszterelnökségi Hivataltól, illetve az Emberi Erőforrás Minisztériumok részéről kapjuk, és a Betlehem Gábor Alaptól pályázati úton. Azért tart sokat tovább ennek a rendezvénynek a megszervezése, mert ha belevetszük azt az időszakot, amikor pályázunk, illetve azt, amíg elszámoljuk a pályázatokat, mondhatom azt, hogy 9 hónapot körülbelül csak ezzel a rendezvényen foglalkozunk. Az említett intézmények mellett forrásokhoz juttatnak a Nagyváradi Városháza, akonnan még kapunk összeget, a Nagyváradi Megyei Tanástól is kaptunk ebben az évben, illetve a szponzorok, azok a tehetőse vállalkozók, akik úgy gondolták, hogy mellé állnak az esemény mellé. Szórakozott a tömeg. A kultúra nem, de az enni, inni való az pénzbe került, és ilyenkor fogy a portéka, ha már a belépődíjat nem kell kifizesse a dolgozó, akkor vásárol. Elgondolkodtam a nagy melegben, vajon miért csak zsíros húsokat és sört árulnak? Nem lenne kifizetődő zöldséget, de legalább gyümölcsöt árulni a melegtől ájuldozó embereknek. Mert éppen a sárga barasz, cseresznye és meggyérés közepette ülte itt a királyi hetet Nagyvárad. Királyi lett volna, ha valaki gyümölcsöt is hoz a várba. Még a töltött káposzta is felüdítőnek tűnt a sok csülök és kolbász mellett. A
70-es, 80-as évek két nagy ikonját, ha így lehet mondani, az erdélyi ikont, az erdélyi rockzenének az ikonját, illetve a magyarországi rockzenének az ikonját szeretnénk egy színpadon látni egymás után. Úgyhogy először a Metropol fog fellépni, és az események csúcspontja úgy gondolom nézőszámilag mindenképpen az esti Omega koncert lesz. Én bízom benne, hogy nagy szórakozás fog azoknak, akik eljönnek biztosítani. Nem is csalódtak a szervezők, és talán a 10-12 ezres közönség sem. Mi kimondottan az utolsó napra érkeztünk, amikor a Vár nagy színpadán egy hazai ikon, a Metropol együttes, majd azután a magyarországi Omega lépett fel. Délutáni forróságban hangpróbált a jövőre 50. születésnapjára készülő Metropol együttes. A kiegészített mostani felállásban. De aztán fergeteges koncert jött létre a váradiak és a váratról elszármazottak örömére. A közönség nagy része együtt öregedett a rockmuzsikával és az előadókkal. Vajon milyen lehetett fiatalon nézni, hogy az idősebbek mire és miért lelkesednek? A Metropol kitett magáért, és minőségi koncertmuzsikát játszott a várudvarában. Hogy érzed, milyen volt a nagyváradi vár? Hát csodálatos volt. Én most voltam itt először, mióta átadták a várat, úgyhogy nekem nagy-nagy meglepetés volt, és nagyon pozitív élményekkel megyek el innen. Hogy érezted a közönséget? Mert nagyon lelkesek voltak szerintem. Nagyon-nagyon lelkesek voltak, nagyon aranyosak voltak, és meglepett, hogy milyen sokan voltak, nem Váradról, egészen meglepően sokan. Külön buszok jöttek ide. Talán elő volt. És a közönségben is voltak jó néhányan olyanok, akik a Metropolt azóta ismerték, a 70-es évek óta. Nagyon jó hangszerszólókat hallottunk, és egy ragyogó dobost, és egy ragyogó gitárost, akiket el tudnék hallgatni reggelig. Mire készültök, ha már a 49 évnél tartotok? Vajon mi következik? Hát vajon mi következik? Az 50 éve szeretnék méltányosan megünnepelni, és remélem, hogy ebben a város vezetősége, a kultúrbizottságok, a sponzorok valahogy fognak segítkezni, és egy igazi méltó születésnapi bulit tudunk rendezni. Nem mond, akkor ez csak az előjáték volt. Hát persze, ez volt a prelúdium, hát világos. Én nem vagyok egy gáva ember, de mondjuk egy Omega koncert előtt beszélni, ahhoz azért bátorság kell.
Aztán mire jobban besötétedett, egy miniszteri anekdótázás után jöhetett a rock legenda, az Omega koncertje. Az idén 55 éves Omega frissített erőkkel és hangzásokkal hódítja új, de inkább szórakoztatja nosztalgiázó közönségét. Bevallom, soha nem a legkedvesebb zenekarom volt az Omega, de azért az Időrabló című vinil lemezüket én is rongyosra hallgattam. És mondhatnak a rosszak, amit akarnak, hogy például Kóbor Jánosnak már nem a régi a hangja. Ezeket a dalokat együtt énekelni legalább 10 000 embernek az élmény. Volt is egy pár nagy sláger, a 10 000 lépéstől az Új Babilonig. Könnyes szemeket láttam magam körül, amikor a száj csak száj tovább refrént, vagy a napot hoztam csillagot, a gyöngyhajú lányt énekelte, átszellemülten a várudvarán szorosan egymás mellett álló embertömeg. Eltelt az idő, és ha ezek az 50 év feletti emberek énekelnek és csápolnak órákon át, az mégiscsak szép lehet, és üzenet is lehet a mai fiataloknak. Mégpedig a szokásos, de minduntalan elfelejtett. Mi is voltunk fiatalok, ti is lesztek öregek, de lássuk a legendás Omegát Nagyváradon. Sziasztok! Mi már nagyon-nagyon-nagyon régen szerettünk volna Nagyváradon játszani, de valahogy soha nem jött össze az 55 év alatt. És olyan furcsa volt, hogy tényleg a legközelebb hozzánk levő nagyváros, történelmi nagyváros, Románia hányadik, második, harmadik, ötödik legnagyobb városa. És mert annak idején azt úgy értettük, hogy Bukarestbe, meg mondjuk Loestibe, Pitestibe játszhatunk, de Brassónál mondták, hogy stop, ott nem. De most ebben az elmúlt 20 évben nem egészen értettük, hogy hogy az ördögben nem jutunk el Nagyváradra, de Kolozsvár is ilyen volt. Aztán végre tavaly megtört a jég, és Kolozsváron végre játszottunk, és akkor mondtuk, na most ez az év nem zajlhat le úgy, hogy Nagyvárad nincs benne. Jelentett nektek valami pluszot az erdélyi közönség? Éreztek-e valami nagyobb lelkesedést? Mert ugye itt egy olyan generáció tapsol nektek, és kiabál és csápol, akinek nem volt sokáig lehetősége erre. Persze, hogy jelent, de meg kell, hogy mondjam, hál' Istennek ez a dolog egyre kevésbé jelentős. Én nagyon remélem, hogy nagyon Románia is a schengeni határon belül lesz, és akkor már ennyi kontroll sincs átjönni, mint mondjuk Szlovákiába, hát ott nem is látjuk, hogy hol a határ. De én azt hiszem, hogy ezt meg fogja az idő most már pillanatok alatt oldani, de én szerintem nagyon jó érzés az, hogy megint kezd olyan egységes lenni ez az egész kelet-európai régió, és mi nagyon szeretnénk, ha tényleg ez a történelmileg összekapcsolható dolgok megint abba a fénybe ragyognának, mert együtt sokkal erősebbek vagyunk. Tehát, és nem kell abba törődni, hogy ezen a területen most románok vagyunk, vagy szlovákok, vagy magyarok, vagy minden. Ez egy erős kelet-közép-európai régió legyen, és mi egyre inkább érezzük azt, hogy ez így is van. Tehát mi már biztos, hogy nem úgy érezzük, mint akik itt élnek, de számunkra nem érződik az, hogy itt a nagy konfliktus lenne már ebből a dologból. Persze, hogy a határon túli magyarok mindig sokkal magyarabbak, mint az otthoniak, tehát ezt mi mindig is tudtuk. A fényes kiszól a tüzé, arcon voltam szép. Hogyan tovább 55 éves Omega?
Hát ahogy a Rolling Stones is mondja, nincs megállás. Tehát megyünk tovább. Természetesen innen már a természetfelelős vagy jóisten, nevezzük ahogy akar, kezében van a döntés, hogy meddig ad nekünk lehetőséget. Én úgy érzem, a csapat jelenleg persze néhány frissítéssel, ami szerintem nagyon pozitívan sikerült, nagyon jó állapotban van, és jelenleg majdnem azt mondhatom, hogy körülbelül ugyanannyit játszunk egy évben, mint ugye a 70-es, 80-as években is, Európa szerte 1000 kilométereket utazva nagyon sok koncertet csinálunk, és hát Isten igazából szeptember 23-án töltjük be az 55. évünket, és akkor egy ilyen 55 éves sorozat következik, de ahogy mondtam, nincs megállás. Mögöttem a tömegben sokan elmondották, fiatalabbakat hallottam, de ezt tudod, hány éves ez a Pali? Ugye? 75 éve. Nem mondhatok semmi csodát. Én azt hiszem, hogy ehhez szerencse is kell, meg azért persze, hogy az ember saját maga is sokat tehet ellene vagy mellette. Én valahol annak örülök, hogy nem kell érte semmi különset tennem. Egy ilyen koncert nekem a mai napig nem jelent különösebb fizikai megterhelést, de ennek valószínű az is egy nagyon komoly szerepe, hogy én a ifjúsági válogatott szintig atlétizáltam, de amikor az élsport úgy rám esett volna, akkor időben abba hagytam. És az alapokat megszereztem, de nem égtem ki, és ez a mai napig ahhoz, hogy a színpadon nekem ne legyen probléma, nagyon jó megoldás. Akkor kezdtük el ezt az egészet, mikor ez az egész rockzene, beatzene, rockzene, meg az egész kialakult. Tehát mi nem véletlen, hogy a Beatles-zel, a Rolling Stones-zal egy azon évben kezdtük a pályafutásunkat. Az egy más dolog, amikor az ember egy műfaj, egy stílus kialakulásánál van ott. Ma ez sajnos már inkább egy ilyen abszolút szórakoztató iparággá vált, és ezért van ma nehéz helyzetben nagyon sok fiatal zenekar, mert ami mögött ma nincs pénz, azt nem nagyon lehet. Én ugyanakkor szoktam figyelni, és meglepődve látom azt, hogy a romániai könnyű zene elsősorban a csajok. Tehát egész ilyen Shakira-szerű, teljesen jól kitalált, jól megcsinált dolgok vannak. Sajnos sok zenekarokat nem annyira látok, de nagyon látszik, hogy egy komoly befektetés van ilyen szempontból, mert tényleg egész nemzetközi szintű, és néztem, hogy olyan 100 milliós nézettségű lányok is vannak köztük. Nem az én műfajom, de elismerésre méltó, sőt, hát én nagy szeretettel nézem mindig a volt hátrányos helyzetű közép-kelet-európai országokat. Bulgáriában meg egész jó az a ilyen goat metal, tehát az a Metal Wings, vagy nem is tudom, hogy hívják, egy nagyon jó kis zenekar. Tehát ma ebben a régióban is vannak jó zenekarok. Sajnos Magyarország már nem játsza azt a szerepet, amit a 60-as, 70-es, 80-as években játszott, mert akkor mi voltunk Kelet-Európa Angliája.
Na, ez ma nem igaz már. Vannak nagyon jó zenekarok, de a lehetőségeik sajnos azt kell mondjam, pénzhiányban, tehát hogy nincs mögöttük promóter, meg menedzsment, nem sok esélyük volt. Az előzenekaruk egy romániai magyar legenda maradéka volt, hogy úgy mondjam, mert azért tudás azt mondani, hogy a mostani Metropol ugyanaz, mint a régi Metropol. Ennek a zenekarnak óriási karrierje volt ahhoz képest, hogy magyarok voltak, tehát mind magyarok játszták benne. Nekünk a román televízió magyar adásának van egy felvétele, ahol több ezer tapsolnak és őrjöngenek Bukarestbe a Metropol együttesnek, ami abban az időben azért óriási dolog volt, de nem csak Bukarestben, hanem Jasban, Jászvásáron és Olténiában is. Tehát ez a zenekar, az a zenekar volt, aki a 70-es években meghódította a román közönséget is. Mit tudtak, mikor hallottak először, gondolom csak 90 után a Metropolról? Nem. Mi abban az időben is tudtunk róluk, mint ahogy nem csak róluk, hanem a Phoenixről. Tehát mi azért képbe voltunk. Itt nagyon örültünk annak, mert hát ők végül is nagyváradiak, hogy ezen a napon együtt fogunk játszani. Jó kapcsolatban voltunk velük, tehát én teljesen képbe vagyok, tehát tudom, hogy ők is, talán ők is majdnem, hogy 55 évese, 50 éve, így van. És ők is kicsit omegásan borzasztó sokat adtak a színpadi megjelenésre, effektusokra, minden. Tehát nekünk nem ismeretlen az ő tevékenységük vagy múltjuk.
sajnos azt kell, hogy mondjam, tavaly elindult egy borzasztó folyamat, két héten belül elment Laksz Józsi és Somló Tamás. De a jelenlegi csapat nagyon jó állapotban van, sajnos most a Benkő Lacival vannak ilyen, de én ismerem őt 55 éve, sőt több, és biztos vagyok benne, hogy ő ezen túl lesz, és én nagyon merem remélni. Hát persze mindig, amikor egy gyenge pontunk van, ott abban a pillanatban erősítünk, és ma nagyon örülök annak, hogy például a Katika, a basszusgitáros, hát legalább annyira népszerű már, mint én, de a többiek is egyre inkább, Szekeres Tomi, hát szerintem Európa egyik legjobb gitárosa. Tehát az Omega, nekünk az a legfontosabb, hogy az a csapat, ami ma színpadra lép, az ne egy retro, ilyen öreges, nosztalgikus dolog legyen, hanem a mai, és ez azért nagyon fontos, mert főleg Nyugat-Európában, hát ezt nem lehet haladni, ami ilyen. Tehát ott vagy a mai elvárásoknak megfelelően magas szintű, vagy jobb nem csinálni. Na most mi persze ezeket a kihívásokat mindig nagyon szerettük, és jelenleg úgy érezzük, hogy most a csapat az 55. évben nagyon jó állapotban van. További sok sikert kívánunk az 55 éves Omegának. Köszönjük, és hát nincs megállás.